Kedves gyülekezet, ma délelőtti igénket az első Tesszalonikai levél 4. fejezetének első verse alapján olvassuk. Tehát az első Tesszalonikai levél 4. fejezetének első versét olvassuk fel. Az ige olvasását követően majd Mészáros Lajos testvér imádkozik az ige hirdetés áldásáért. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Jó Atyánk Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy ez az a nap, amit rendeltél számunkra. Ez az, amikor szóltál hozzánk az imaórán keresztül, hogy a te akaratodat cselekedjük és kövessünk téged. Köszönjük, hogy most Szent Igéd által akarsz szólni hozzánk. Köszönjük, hogy elkészíted szíveinket, és elkészítetted az üzenetet a te gyermekeden keresztül, az ige szólón keresztül. Kérünk, hogy áldásoddal légy itt, és áld meg együttlétünket, hogy a jelenlétünk és a szívünknek a nyitvatartása, és az igének a befogadása, és majd annak megcselekvés által hadd lehessen áldott az életünk a te neved dicsőségére. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ó, jöjj te égi harmat, hasd át a lelkünket. 164. énekünket énekeljük az ige hirdetés előtt. 164. énekünk. Kedves ige hallgató gyülekezet, talán emlékszünk kiskorunkra, arra vágyakozásunkra, amikor szerettünk volna már nagyobbak lenni. És ha egy kisgyermekkel találkozunk,
pár hónap után, és azt mondjuk neki, hogy de nagyot nőttél, mennyire örül ennek. És ha két 50-es férfi találkozik egymással, és meglapogatják egymás vállát, és azt mondják, mivel nem találkoztak talán 2-3 éve, öregem, te semmit se változtál, ugye mekkora bók? És az ellenkezője sértés, azt mondani egy kisgyermeknek, hogy te semmit sem változtál, ugyanakkora vagy már évek óta. És azt mondani egy 50-es férfinek, hogy mennyit változtál, tiszta kendermagos lett a hajad, a hátad is meggörbült. Nem örülnek az 50-esek az ilyen mondatoknak. Kedves gyülekezet, néha az életünkben a változást siettetnénk, sürgetnénk, máskor pedig késleltetnénk. Mennyi energia fordítódik arra az emberek életében egy bizonyos fordulópont után, hogy késleltessék a változást, legalább a látszatát. Mennyi energiába, pénzbe kerül, hogy őrizzük a külcsint, pedig már múlnak az évek. Kedves gyülekezet, a Szentírás arról tudósít bennünket, és a saját életünkben is ezt tapasztaltuk, hogy az Isten által saját képére és hasonlatosságára teremtett embernek elveszett az Isten képűsége. Mert jelleme, Isten felé való nyitottsága, szentsége, szépsége, ez mind odaveszett az Édenben. És azóta bár az ember többféle eszközt használt, amelyeket Istentől kapott, de saját erejéből képtelen volt visszaszerezni Isten képűségét. És a Szentírás arról az egyetlen egy Istentől való lehetőségről szól, amely az embert helyreállítja, amely a Golgotai keresztben és az üres sírban, valamint Pünkösd csodálatos ünnepében lett nyilvánvaló. Eljött Jézus, hogy meghaljon velünk, hogy az életünk halálba szálljon, az Isten képűségét elvesztő életünk, és eljött, hogy vele együtt feltámadjunk egy új életre, és a Szentlélek által újjászülessünk. Az ember életének ez egy csodálatos pillanata, amikor ezt átélhettük. A korintusi levélben így olvashatunk erről, a régi elmúlt, és ímé újjá lett minden. Az énekíró erről a pillanatról, erről a napról így tesz bizonyságot, ó boldog nap, amelyen én megváltom, elfogadtalak. Mert öröm az Isten képűségre formáltatás útjára lépni. Mert öröm magunk mögött hagyni a régit, azt az eredménytelen küzdelmet, hogy szeretnénk tenni a jót, de képtelenek vagyunk rá. Azonban mindannyian tudjuk azt, kedves gyülekezet, hogy a megtérés és az újjászületés az nem célba érkezés. Mind addig, amíg a Földön Istenünk tartja az életünket, egy út kezdetétől haladunk a cél felé. Olvasunk olyan emberekről a Szentírásban, akik megtérésük pillanata után nem sokkal befejezték a földi életüket, gondoljunk a Latornak. Neki annyi volt a lehetősége. De mindazoknak, akik megtérésük és újjászületésük után még kapnak éveket, évtizedeket itt a Földön, feladatot is kapnak, az új életben járást. Azt, hogy az életünk teljes egészében folyamatos isteni formáltatás következményeképpen Isten akarata szerintivé váljon minden tekintetben. A felolvasott Biblia vers a Tesszalonikai levélből egy olyan gyülekezetnek szól, amelyben bár vannak problémák, de mégsem olyan nagyok, mint más gyülekezetben.
Tudjuk, hogy Pált és a tesszalonikaiakat szeretett kapcsolat, különös szeretett kapcsolat fűzte össze. Tudjuk, hogy Pál számtalan esetben megdicsérte ezt a gyülekezetet. Például egy ilyen mondat, azt mondja, hogy nem szükséges tanítani benneteket a egymás iránti szeretetre, mert titeket is az Isten tanított erre. Megdicséri őket a hitükért, az imádságukért, a testvéri közösségükért. Nagyon sok minden jót mond róluk, de lát bennük hibákat is. És amikor a megelőző versben és a következő versekben keresztény etikai alapelveket sorol fel az apostol a gyülekezet tagjai előtt mintául, amelyet követniük kell minden helyzetben, akkor tulajdonképpen arra megállapításra jutunk, hogy a keresztény etika az nem más, mint az Istennek tetsző élet. És ezért kezdhettük így olvasni a felolvasott verset, hogy egyébként pedig testvéreim. Mert tulajdonképpen elég lenne ennyit mondani Pálnak, hogy az Istennek tetsző élet valósuljon meg bennetek, és erre törekedjetek. Mert ha ez megvalósul, akkor a hétköznapi élet minden kis zegzuga az életünkben, amely nagyon távol van az Isten házától, nagyon távol van a szakrális környezettől, az is az Istennek tetsző. Ez a kulcsa a hívő életnek, tetszeni a mindenható Istennek. Mi az, ami motivál bennünket ebben? Négy dolgot szeretnék felsorolni. Először is az Isten szeretet. Mert ő szeretett bennünket, Jézus Krisztus, és életét adta értünk. És amikor felismertük, hogy Jézus a mi Urunk, akkor arra is megnyílt a szemünk, hogy régen, amikor mi bűnösök voltunk, amikor nem ismertük Istent, akkor is ő az, aki esőt adott a földjeinkre, ő az, aki felkeltett bennünket reggel, aki egészséget adott bennünket, adott nekünk, aki egy szeretetteljes világba helyezett el bennünket, ahol mindenütt az ő keze nyoma van. Rájöttünk, hogy az ő szeretete és kegyelme örökké való az életünkben. Aztán pedig, amikor megbocsátotta a mi bűneinket, és új életet adott nekünk, és Isten gyermekeivé lettünk, attól kezdve pedig az Atya iránti szeretet munkálja a mi életünket. És az Istennek tetsző életnek talán a legerősebb motivációja az, hogy aki szeret bennünket, annak akarunk tetszeni. Az ifjúsági táborban is láttam, ahol fiúk és lányok is voltak, ahol láttam néhol, hogy komoly beszélgetések vannak bizonyos fajta szinteken. Láttam, hogy akarnak egy kicsit tetszeni egymásnak. Azért, mert valami csíra talán idéglenes vagy végleges, ezt nem tudjuk, ott volt a szívükben. És mindannyian emlékezünk arra, testvérek, saját életünkből, régi életünkből talán, vagy vannak, akiknek ez most valóság. Ha valakit szeretünk, akkor annak tetszeni akarunk. És ez nem üzlet. Ez felelet az életünkben. A bennünket szerető Krisztusnak a hívő ember tetszeni akar. Kedvét akarja keresni. Örömet akar neki okozni. Ezért a hívő ember életében az elsődleges motiváció az Istennek tetsző életre való törekvés az, hogy mi szeretjük a mi Istenünket. Szeretjük azt, akit nem látunk, de a keze munkája nyomát tapasztaljuk az életünkben. Aki naponta átölel bennünket szeretetével, válaszul akarunk neki tetszeni. Sokan, akik nem értik ezt a viszonyt, mert nem élték át még azt, hogy mit jelent Istentől szeretve lenni, azt gondolják, hogy a hívő embernek a más élete az valami kegyetlen törvénynek való engedelmeskedés. Valami kegyetlen lemondás és rossz élet. Mert mi tudjuk, hogy nem ez.
A másik motiváció az Isten szeretetet követően az Isten félelem. És e kettő nincs egymással ellentétben. Mert egyrészt tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, de azt is tudhatjuk a Szentírásból, hogy Isten, mint szeretett gyermekeit, egyszer maga elé fog állni, és mindannyiunknak ott kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt. Ahogy mondja az apostol, hogy megjutalmaztassunk, aszerint, amit a testben cselekedtünk, és ne felejtsük el, Pál apostol a korintusi levélben nem arról beszél a jelzett ige szakaszban, hogy a világon minden embernek meg kell állni. Azt máshol mondja. Amikor azt mondja, hogy nékünk pedig mindnyájunknak, akkor kire vonatkozik ez? Azt mondja Pál, hogy én is ott leszek, meg ti is, kedves levélolvasó korintusi szent testvéreim, ott lesztek a Krisztus ítélőszék előtt. És el kell számolni az életünkkel. És amikor az énekíró azt mondja, arra csodálatos énekre gondolok, amely így kezdődik, hogy nagyon szeret engem Jézus. És ott van az éneknek a későbbi soraiban, hogy ó, de remeg a szívem. Vajon Jézus mesterem, hogy lesz velem megelégedve? Akkor testvérek, az énekíróban nem a despotától való félelem van. Nem a kegyetlen úrtól való félelem van. Isten félelem van. A szerető atyát iránti Isten félelem, amely tudja, hogy eleget kell tennem az Isten akaratának. Mert a gyermekeket is elszámoltatja. Mert a gyermekeknek az életét is értékelni fogja. És vannak keresztény emberek, akik a két motivációt egymással szembeállítják. És azt mondják, hogy az életemben egyetlen egy dolog munkál, az Isten iránti szeretet, az Isten szeretet munkája a szent életemet. Ez helyes, de nem állítható szembe az Isten félelemmel. És a másik oldalon, ha csak valaki az Isten félelemről beszél, mint a szent élet motivációjáról, és nincs mögötte az Isten szeretet, akkor elcsúszhat az ember egy kegyetlen törvénykező életmódra, ahol visszakerül az Ószövetségnek a talajára, és ahogy Pál apostol mondja, az a fontos, hogy ne érintsd, ne tedd, ne ezt, ne azt, ne amaszt. A kettő együtt, csodálatosan együtt van. És leginkább ezt akkor értjük meg, testvérek, amikor a szülő és a gyermeknek a viszonyára gondolunk. Mert a szülő bár ember a maga módján tele van szeretettel, és a maga módján hibáival együtt megpróbálja igazságosan intézni a gyermek életének a sorsát, és megpróbálja nevelni, és helyes úton tartani. És a gyermekben egyszer a kettő van. Természetesen, hogy életünk bizonyos helyzeteiben néha az Isten szeretet az erősebb, amely dominál, más helyzetekben pedig az Isten félelem az, amely erősebben dominál. De a kettőnek ott kell lenni. Egy harmadik motiváció az Istennek tetsző életre látszólag nagyon önző dolog. De mindannyian tudjuk, hogy ez valóság. A saját boldogságunk. Mert a teljes élet az nem adatik meg az embernek másként, csak úgy, hogy Istennek tetsző módon éli azt. Az embernek nagyon fontos, hogy legyen pénze. Nagyon fontos, hogy legyenek földi értékei. Nagyon fontos, hogy legyenek földi értékes kapcsolatai. Fontos, hogy megvalósítsa magát és kiteljesítse az életét. Ezek mind Istentől való értékek lehetnek az életünkben. De leginkább boldoggá azt tesz bennünket, ha Istennek tetsző az életünk. És mennyiszer megtapasztaltuk már Istennek a visszajelzését e tekintetben. Ha nem neki tetsző az életünk, akkor mindjárt valami belül megszólal. És ott van az életünkben a keserűség. És ha meg tudjuk tenni, hogy neki tetsző az életünk, akkor helyén van az életünk.
Lehet, hogy a lelkiismeret furdalásaink és a gyötrődéseink teljesen itt maradnak belül, és senki nem tud róla. De nem boldog és felszabadult az a hívő ember, aki nem az Isten akarata szerint éli az életét. Ezért van az, hogy számosan úgy élik meg a keresztény életüket, mint amelyet beárnyékolnak a mindennapi életnek a történése, és csak keserűség van bennük, csak felháborodás van bennük. És nem élik meg a keresztény életnek az örömét, és nem értik, hogy mit mond az apostol, amikor azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A Krisztusnak tetsző életnek ez egy sajátossága. Amikor jöttünk haza fiatalokkal a kirándulásról, akkor az utolsó nap délutánján egy kicsit elkapott a hév egy valakinek a mondata kapcsán. És ott elég hangosan elmondtam a véleményem az egész történetről. A mai napig úgy gondolom, hogy igazat mondtam. De ahogy mondtam, az nem volt jó. Fagyiztunk, és keserű volt a fagyi. Természetesen ne úgy tessenek érteni, hogy a fagyi keserű volt, hanem olyan kelletlenül ettem azt a fagyit, mert rádöbbentem, hogy a jót csak jól lehet csinálni. Pedig tudja ezt az ember. És egész addig nem hagyott békén a lelkiismeret, még ugyanoda vissza nem mentem ahhoz a székhez, és nem mondtam annak a fiatalnak, hogy bocsáss meg, indulatos voltam, és nem kellett volna ilyet mondanom. És testvérek, ez mindig így van az életünkben. Ha Istennek tetszik az életünk, és ő jónak látja azt, amit teszünk a hétköznapokban, és a jellemünk az akaratával megegyezik. Az áldás. És kedves gyülekezet, talán sokszor rájöttünk már kisebb vagy nagyobb történeteinkben, vagy életünk hosszabb szakaszaiban, hogy Uram, de más lenne a dolog, ha úgy tennék, ahogy Te akarod. De néha ez megmarad a gondolkodásnak a szintjén az embernek az életében. Emlékszünk a tékozló fiú, mit mondott a moslékos vájúnál? Hogy hazamegyek. De nem úgy záródik le a tékozló fiúnak a példázata, hogy a fiú ott járkál és mondja, hogy hazamegyek, hazamegyek, hazamegyek. Ennek a történetnek az a kulcsmondata, vagy kulcsszava, hogy elindul. És nem elég, kedves gyülekezet, sokszor megkeseredni amiatt, hogy nem tudjuk saját erőnkből az Istennek tetsző életet megvalósítani. Nem elég. Nem elég vágyakozni, nem elég látni másokat, talán irigykedni másokra, hogy azoknak sikerül, vagy azt mondani, hogy a körülmények miatt sikerül neki. El kell indulni. És ekkor mindig az Istennek tetsző élet pici kis szelete már is boldoggá tesz bennünket. A negyedik motiváció a környezetünk. Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Hívő férjek, hívő feleségek, hívő szülők, hívő gyermekek, hívő szomszédok, hívő munkatársak, sorolhatnám tovább. Isten a ti neki tetsző életetek által akar áldást adni a környezetetek számára. És ennek az ellenkezőjét is ismerjük, mert szinte átok a nem krisztusi módon élő házastárs, pedig keresztény és szülő és gyermek és szomszéd és munkatárs. Mert az örökös belső feszültség és keserűség és képmutatás nem áldás, hanem az ellenkezője a környezet számára. Istennek tetsző módon énekelnek éjféltájban dicséretet a börtönben. Kik is? Pál és Szillász. És mi az eredménye? Áldás mások számára. Nem csak magunkért kell Istennek tetsző módon élni,
hanem a környezetünk miatt is. Ha szeretjük őket, akkor Istennek tetsző módon éljük az életünket. Pál apostol a felolvasott ige szakaszban az Úr Jézus nevében kéri és inti a testvéreket az Istennek tetsző életre. És azt olvastuk az igében, hogy így fogalmaz az apostol, hogy gyarapodjatok ebben. Jussatok előbbre. Az Istennek tetsző élet egyrészt megmutatkozik a jellemünkben, másrészt pedig a mindennapi döntéseinkben, amikor apró pénzre váltjuk azt, ami a jellemünkben van. Hogy Isten akarata szerint élünk-e vagy nem. És nagyon hangsúlyos, amit az apostol mond, hogy testvérek, gyarapodjatok ebben, növekedjetek ebben. Mit jelent, testvérek, a gyarapodás? Egyfajta pozitív változás. Az életünkben annyi területen szeretnénk gyarapodni. Szeretnénk gyarapodni anyagiakban, a tanulásban, a kapcsolatainkban. És annyi helyzetben a gyarapodásért olyan sok mindent megteszünk. Ha kitűzünk egy célt, akkor igyekszünk azt a lehető legnagyobb erőbedobással, kitartással megvalósítani, hogy egyről a kettőre jussunk. Az életünk számtalan helyzete erről szól. De most azt mondja az apostol, hogy az Istennek tetsző életben is, testvérek, gyarapodjatok. Testvérek, legalább három típusú hívő embert különböztetünk meg a gyarapodás tekintetében. Az egyik típusú hívő ember megtért, újjászületett, nagy lendülettel elindult, aztán utána a saját hívő életére nem fordított elég gondot, és szépen lassan lecsúszott az élete. A cégtábla még kint van, jár még valamelyik templomba vagy imaházba, lehet, hogy formálisan még imádkozik is a hétköznapi dolgaiért, de az élete nem Istennek tetsző. Olvassuk a Laodíceai levélben, a Jelenések könyvében, hogy elhagytad az első szeretetet. Olvassunk olyas esetről, akivel kapcsolatban azt mondja az apostol, hogy a hit dolgában hajó törést szenvedett. Testvérek, ha a hívő életünkre tudatosan nem fordítunk figyelmet, akkor a lecsúszás óhatatlanul bekövetkezik. És micsoda rossz reklám! Az a hívő ember Isten ügyének és az Isten országának, akinek van neve, de nincs mögötte tartalom. Milyen gondosan ügyelnek a reklámban arra, hogy összenekeverik a figurákat. Ha az egészséges, erőtől duzzadó élettel kapcsolatban mondanak reklámot, akkor nem ilyesmi személyiséget fényképeznek. És ha a sokadik akcióban hirdetik a tablettát, amelytől egy hónap alatt lehet fogyni, akkor meg nem ilyen emberkét állítanak oda a végeredményként, hanem ilyen emberként. Nem keverik össze. A másik típusú hívő ember, aki megrekedt. Elindult a hívő életében, szerette az Úr Jézust, törekedett is a Krisztussal való közösség által az Istennek tetsző életre, és aztán egyszer csak úgy megelégedett magával, elfoglalták a körülményekből fakadó feladatok, a hétköznapi életnek a gondjai, talán a családnak a gondjai, a megélhetésnek a gondjai, és a státusz az megmaradt. De a tudatos növekedés az életében nincs ott. Nem csúszott le, de nem halad előre a hívő életben. És kedves gyülekezet, talán a keresztényeknek ez a legnagyobb csoportja, akik nem haladnak előre. Nem több bennük most az alázat, mint egy évvel ezelőtt. Nem több bennük az odaszánás, a Krisztus iránti szeretet, a megbocsátó képesség.
és minden más, nem több bennük, ugyanannyi, mint 5 évvel ezelőtt volt, semmit sem változtak. Közben pedig ott vannak valamilyen módon az Isten közelében, valamilyen módon ott vannak az egyházban, de nem haladtak előre. Nem változott semmit az életük. És ekkor áll elő az a helyzet, testvérek, hogy ha amúgy az életkor kapcsán az ember talán idősödik, öregszik, és egyre inkább emberi értelemben igaza lesz annak, hogy az idős fát azt nem lehet nagyon hajlítani, hanem csak törni, akkor ezek a jellemzők besugároznak a keresztény életbe. És ekkor teszik az embert merevvé, aki ellenáll az Isten igéjének, aki ellenáll az Isten szent lelke által munkálkodni akaró változásnak. És azt mondja, hogy én vagyok az etalon, én vagyok így jó, és mindenki ellenségévé lesz, aki változtatást akar a lélek által, aki jobbá akarja tenni az életét. Ott lecövekel, és azt mondja, hogy így vagyok. És közben figyeli másokat, hogy ő hozzá képest hol vannak. De elfelejti nézni a Krisztust, az örök mintát. És a harmadik típusú hívő ember, legyen ez fiatal, középkorú vagy idős, az, aki örökké kész változtatni az életén. Mindig nézi a mintát, és mindig igazítja hozzá az életét. Tudja, hogy még nem tökéletes az élete, de folyamatosan változni akar. És kedves gyülekezet, a folyamatosan változni akaró, Krisztus képére alakuló embernek az élete olyan gyönyörűség és olyan csoda. Bizonyára a testvérek is itt megfigyelik itt azt egymáson, vagy látják, hogy X testvér 2 vagy 3 évvel ezelőtt erre a helyzetre így reagált. Most meg mintha nem ismernénk rá. Látszólag kívülről nem történt vele semmi, de megváltozott az élete. Még ahhoz képest is, hogy már Isten gyermeke volt és őt szolgálta, és látszólag minden rendben volt az életében. Sokkal nagyobb dologra képes, kevesebb benne az aggodalom, több benne a reménység, több benne az alázat, több benne a szeretet, és ez látható, nem kellett táblát cserélni. Folyamatosan változik az élete. Ez az Isten akarata, testvérek, hogy ebben előbbre jussatok. És hogy ennek mi a módja, csak kettőről szólok. Az egyik a legtermészetesebb és legkézzelfoghatóbb, a Krisztussal való közösség. Hiszen mi tanítványok vagyunk, és a Mesterrel kézen fogva együtt járjuk a hétköznap életet. És ha vele vagyunk, ha egyre jobban ismerjük őt, ha az ő ereje árad az életünkben, ha igazi a közösségünk vele, nem formális, akkor az életünk folyamatosan alakul, és egyre inkább Istennek tetszőbb lesz. Ezért láthatjuk azt, testvéreim, hogy legyen az idős vagy fiatal, aki Krisztussal élő közösségben él. Amikor az Úr elszólítja őt erről a földről, akkor ha egy kicsit végignézzük életének az utolsó szakaszát, akkor azt láthatjuk, hogy Isten egy érett gabonát takarított be. Mert azt láthatjuk, hogy az életének a vége. Legyen ő 30 éves vagy 90 éves. Egyre szebb és egyre jobb. És egyre inkább krisztusibb. Ez a Krisztussal való közösségnek a következménye. És a másik forrásunk a közösség, a gyülekezet. Hiszen azért adott bennünket egymásnak Krisztus, hogy imádkozzunk egymásért, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy példává legyünk egymás számára, támogassuk egymást abban, mert egy a célunk, és közösen ugyanazt akarjuk, hogy Istennek tetsző legyen az életünk. Ezért a magányos keresztényeknek, akik közösség nélkül élik az életet, sokkal nehezebb a szent életben való előrehaladása azokénál, akik gyülekezetben, aktív, élő, lelki közösségben élnek. Hála, kedves gyülekezet, hogy nekünk mindkét lehetőség megadatott. A Krisztussal való közösség, és az egymással való közösség is. Dicsőség neki érte. Változásra van szükségünk.
Kedves gyülekezet, ha mi találkozunk egymással, bár mennyi az életkorunk, számunkra az a legnagyobb dicséret. Ha Krisztus mondja rólunk, ha mi mondjuk egymásról, hogy változott az életed. Ma Istennek tetszőbb, mint tegnap volt. Vágyunk erre az elismerésre, testvérek? Vágyunk a gyarapodásra e tekintetben? Isten akarja, hogy gyarapodjunk. Eszközöket használ. Néha kapunk egy-egy pofont, néha kapunk különleges áldásokat, új élethelyzeteket, néha betegséget, néha gyógyulást, néha különösen átölel bennünket az ő szeretetével. Ezeket mindet azért adja, hogy segítse a gyarapodás utáni vágyunkat, hogy Istennek tetsző legyen az életünk. Ő mindent megtesz. De testvérek, ez nélkülünk nem megy. Ha mi két kézzel kapaszkodunk a jelenünkbe, a múltunkba, ha magyarázzuk Istennek és az embereknek, hogy igazunk van, amikor nem változunk, akkor nem fog menni. Mert erővel ezt nem teszi meg velünk Istenünk. Ő gyarapít bennünket, ha mi is akarjuk. És mi szép az a hívő élet, amely lépésről lépésre egyre inkább Istennek tetsző. Ugye ismerik a testvérek ezt? Teljesedjünk ki ebben még inkább. Amen. Imádság előtt énekeljük, kész szívvel követünk kezdetű 318. énekünket. 318. énekünket. Kedves gyülekezet, ahhoz, hogy a gyarapodás iránti vágy ott legyen bennünk, ahhoz helyes önértékelés szükséges a Szentlélek által mindannyiunknak. Hajtsuk meg most fejünket csendes, közös imádságra. És ahol az életünkben érezzük a hiányt az Istennek tetsző életterületén, ha van ilyen hiány, akkor ezt mondjuk el a mi Istenünknek. És kérjük őt, ne csak szalmaláng módján most egy Isten tiszteleten, aztán utána mindent elfelejtünk, hanem úgy, hogy helyezze ezt oda az értelmünkbe, gondolkodásunknak a középpontjába. És nap mint nap törekedve, imádkozva, munkálja bennünk, hogy a hiány eltűnjön, és abban, amit most nekem vagy nekünk megmutat. Úgy, ahogy Pál apostol mondja, nékidőlvén célegyenest. Ott legyen az életünkben gyarapodás. Hajtsuk meg fejünket, és a csendes, közös imádság után majd hangos imádságra Szabó Zoltán és Baricsáné Kádár Hilda testvéreket kérem, imádkozzunk.
Amen. Isten tiszteletünk végéhez közeledve köszöntöm szeretettel az ige hallgató gyülekezetet. Istenünk munkája bennünk, hogy legyen növekedés a hívő életünkben. Ne feledkezzünk el a betegeinkért, elmondott imádságokról, hogy a Jóisten tartsa meg őket, és akarata szerint segítse fel a beteg ágyból. Az elmúlt vasárnap nem találkoztunk, mert vasárnap reggel indultunk a gyülekezetnek a ifjúsági táborába, az erdélyi Bogavölgybe. 40-en indultunk el vasárnap reggel, és a hiteles adatok szerint 40-en érkeztünk vissza pénteken este 3:45 tájékában. A Jóisten kegyelme ez, és a kegyelem mellett ott van benne a kedves gyülekezetnek az imádsága. Ez a kép a hazaindulás előtt készült a panziónak a bejáratánál, ahol együtt voltunk. Isten megáldotta a hetünket, lelki értelemben sok áldásban volt részünk, és csodálatos szépségeket láttunk, és kicsit átéltük az eltévedés izgalmát és az áldását is. A következő vasárnap délután 5 órakor kezdődő közösségi délután keretében a fiatalok majd beszámolnak a tábornak a történéseiről. De addig is ismételten hadd mondja köszönetet azoknak, akik ott voltak és sokat dolgoztak a fiatalokért, Lázár Andrásnak, Lázár Máriának, Burgert Erzsébetnek, Pintácsi Gábornak és László Gábornénak, valamint Hegyi László testvérnek. Reméljük, hogy a jövő heti beszámolónk majd át tudja adni azt, amit átéltünk és megtapasztaltunk. Az építkezésünkre rátérve, köszönet a testvéreknek az adományáért, a közreműködéséért. Ma van az utolsó vasárnap délelőtt, amikor zárva van a gyülekezetnek az alaksora. Jövő vasárnaptól nyitva lesz és használható lesz, még kisebb dolgok vannak, amiket el kell helyezni. Augusztus első vasárnapján majd köszönetet mondunk mindazoknak hivatalosan is, akik bármilyen formában hozzájárultak az alaksorunknak a megújításához. Ma délután 5 órakor Isten tiszteletünk lesz, hétfőn 5 órakor ima közösség a Veleszházban, és csütörtökön 6 órakor Isten tisztelet szintén a Veleszházban. Következő vasárnap délelőtt 9 órakor imórán, majd pedig Isten tiszteleten találkozhat a gyülekezet. Délelőtt Hegyi László testvér fogja majd hirdetni az igét, és ahogy már délután mondtam, közösségi délután és zsíros kenyérparti lesz. A távolabbi időpontok közül szeretném megemlíteni augusztus 3-át, a hónap első vasárnapját, amikor gyermekbemutatással kezdődik az Isten tiszteletünk, Lázi Petra Júliáért fogunk majd imádkozni, és azt követően pedig urvacsorai közösségben leszünk együtt. Augusztus 17-én Tahis vasárnapunk lesz a hagyományaink szerint. Itt nem tartunk Isten tiszteletet, mindenkit bátorítunk a tahi alkalmon való részvételre. Ismét hivatalosak az énós gondozottjaink is, ők is fognak menni az autóbusszal erre az alkalomra. A gyülekezeti program kint található papíralapon a bejáratnál a következő negyedéves, illetve az interneten is elérhető lesz hamarosan. És végül, de nem utolsó sorban, július 31-én csütörtökön reggel indulnak autóbusszal az imaház elől a délvidékre kiránduló testvérek. Záró énekünket énekeljük, amely egy imádság, mostani gyülekezeti énekeskönyvünkben nem található benne, de a hithangi énekeskönyvünkből sokszor énekelt imádságunk, úgy szeretnék én szent lenni, add atyám, hogy az legyek. 518. a hithangi énekeskönyvben fennállva énekeljük énekünk minden versét.
Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus, foglaljon helyet a gyülekezetben.